Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök a Hargita Stúdióban készülő aktuális című műsort látják. Mai adásunk vendége Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Stúdiónk vendége Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Köszöntöm a stúdióban! A vízcsatornázás, illetve szennyvízcsatorna építésének problémája 2014-2020 között egy új szakaszhoz érkezett. Annak érdekében, hogy ezt az érintett települések megismerjék, néhány szóban kezdetben beszéljünk a Harvíz Rincvénytársaságról, illetve arról, hogy miért fontos ennek a szerepe. Románia uniós csatlakozásával vállalt egy kötelezettséget, és azt, hogy 2020-ig lehetőleg mindenhol a víz és csatorna rendszert kiépíti, tehát az ivóvíz és a háztartási csatornavíz, szennyvíznek a tisztítását megoldja, összegyűjti. Ez azt jelenti, hogy a városokra korábban, illetve a községek és a kisebb településekre is megvan, melyik évig kell ezt ellátni, elvégezni. Hogyha csatlakozási szerződést nem teljesíti Románia, akkor büntetődik az ország, és a büntetést automatikusan továbbítják ugye az illető település térség felé. Tehát magyarán szólva, egy kényszerhelyzetben vagyunk, úgy csatlakoztunk az Unióhoz, hogy vállaltuk az Uniónak az általános elveit, és köztük az egyik ilyen elvárás az Unió részéről az, hogy mindenhol legyen vezetékes víz és csatorna, hisz azért jól tudjuk, hogy a kutyaink mennyire fertőzöttek, most már ugye szinte minden házban, hál' Istennek a fürdőszoba nélkül már nem épít új ház, az ott termelt, vagy ott keletkezett vizet, használt vizet valahol elengedjük, jobb esetben van csatornahálózat, rosszabb esetben van gödör. Ha az ki van bérelve és kiszipancsák, jó, de hogyha az elszivárok, vagy kiengedik esetleg a sáncba, az mindenféleképpen megfertőzi azt a helyet, ahol élünk, és ma már egyre inkább a kutyáink meg vannak fertőzve, és lassan a fertőzés át tud menni a növényekre, amit termelünk, a gyümölcsökre. Tehát magyarán mondva saját magunkat mérgezzük most ebben a helyzetben. És ezért is egy prioritás volt az elmúlt időszakban is a víz- és csatornarendszerek kiépítése, hogy iható vizet kapjanak mindenkit. És ilyen szempontból voltak uniós pénzek. Itt korodatilag korábbi, mostani és korábbi környezetvédelmi miniszternek köszönhetően Hargita megye még az RMDSZ liberális kormány időszaka alatt, tehát 2004 és 2008 között, akkor ugye még kezdetben államtitkár volt, aztán később lett miniszter, kapott egy nagyobb adag pénzt az uniós forrásokból, hogy építsük ki ezt a nagyobb rendszereket. Azon kívül minden település, tehát nagyon sok település, és itt tényleg köszönet és gratuláció ezeknek a polgármestereknek, akik az elmúlt években akár a megyei tanács segítségével, akár a kormány segítségével, akár az unió külön segítségével a saját rendszereiket kiépítették. Tehát Hargita megye ma az egyik leginkább ellátott, tehát hogyha egy lakósra visszaszámoljuk, szerintem az élbolyba vagyunk, akár dobogósok, hogy hány háztartás van, milyen arányban vannak rácsatlakozva víz- és csatorna rendszerekre. De azért még vannak sajnos olyan utcarészek, akár olyan falvak, sőt még van egy pár község, ahol nincs kiépítve a csatorna hálózat legalábbis. És ezeket kell valamilyen formában rendbe tenni, és a Harvízről azt kell tudni, hogy pont ez a nagyobb adag uniós pénz mentén alakult meg ez a cég. Kezdetben vita volt a megyei tanácsban és a polgármesterek részéről is, hogy legyen két szolgáltató, egy a Maros vízgyűjtő mentére és egy az Oltra, vagy legyen egy egységes megyei. Akkor 2004-2008 között az volt az álláspont, hogy legyen kettő, egy a Marosra és egy az Oltra, és így jött létre a Harvíz, a csíkszeredai közművek átalakításá, vagy abból levált a rész, és ugye ennek 90%-os tulajdonosa a város, Csíkszereda a város, és 10%-os tulajdonosa a megyei tanács, és meg kellett alakuljon a Maros mentén, de az végül nem alakult meg, hisz több székelyudvarhely, akkori székelyudvarhelyi, az akkori Gyergyószentmiklósi, és lehet több községi vezető úgy döntött, hogy hát a tanács, hogy nem hozzák létre, nem állnak be sehova, és ezért nem alakult meg. Most az a helyzet, hogy egyre inkább látszik, hogy nem lesz pénz, csak nagyobb léptékű fejlesztésre, csak azoknak, akik valamelyik regionális
víz- és csatorna szolgáltatóhoz csatlakoztak, és újabbat már nem fognak engedni, ez már egyértelmű, sőt a Harvíznek is a nagysága a kritikus határ alatt van, tehát a Harvíz is kell növekedjen, hogy esetleg pár év múlva ne csatolják valahova, úgyhogy most itt vagyunk egy helyzetben, amikor pénzt kell és megoldást kell keresni arra, hogy a víz- és csatornahálózatot tudjuk bővíteni a megyében. Magyarán azoknak az önkormányzatoknak, ahol nincs megoldva ez a kérdés, milyen uniós pályázati lehetőségük maradt? Összetett a kérdés, hisz többféle vízrendszerről beszélgetünk. Tehát vannak azok a kis vízrendszerek, amit a megyei tanács saját beruházásaként megcsinál, szabad eséssel megy a víz, stb. Azok valószínűleg még fognak épülgetni és rendben lesz. Tehát azok csak kis pár száz lelkes közösséget tudnak ellátni. Tehát ez fog menni tovább. Valószínű, kisebb fejlesztésekre még lesz kormánypénz. Ugye most is ezen a héten várhatóan mi kapunk a kormányzati szerepvállalás mentén forrásokat, és tudunk segíteni a pár településnek befejezni a rendszert, tehát akár mit tudom, Etéd, vagy lehetne sorolni azokat a településeket, ahol ilyen meg fog történni. Ellenben látható, hogy ott, ahol nagyobb a forrásigény. Tehát például beszéltek Tölgyesről, beszéltek Ditróról, beszéltek Almásról, több településről beszéltek, vagy akár beszéltünk létező, korábban kiépített rendszereknek a felújításáról. Ugye egy ilyen például a Gyergyó, Újfalu, Csomafalva, Alfalu közös csatorna rendszer, amit befolyik az esővíz, és egyszerűen képtelen a tisztító kezelni, és annyira hatékonytalan, hogy azt fel kell újítani sürgősen. Ezek mind-mind nagyobb léptékű forrást igényelnek, és erre van a környezetvédelmi strukturális program, a Postmédia 1 és 2, amiben vannak források. Tehát a nagyobb beruházásokra, ez lenne a válasz, a nagyobb beruházásokra csak egy forrás van, és ez az egy forrás csak a Harvízen keresztül hívható le, mert ilyen az uniónak a szabálya, hogy csak a regionális szolgáltató hívhatja le a pénzt. Tehát akkor úgy tűnik, hogy megoldásnak ezeknek a települések, úgy tűnik, hogy ezen települések számára megoldást a Harvíz jelent. Na most nagyon sok polgármesterben felmerül a kérdés, hogy amennyiben ők csatlakozni szeretnének, akkor mi a garancia arra, hogy az ő településükön el lesz végezve ez a munkálat? Felújítás, bővítés, stb. Ugye az uniós pénzeknél azt kell látni, hogy nagyon nehezen indulnak el. Tehát több év az eltervezés, de amikor elindul, akkor gyorsan, egy-másfél-két év alatt megvalósul. Most a megyénkben felmértük az igényt, lenne 170 millió eurónyi igény fejlesztés. Ez akkora pénz, amit a megyei tanácsnak sok év alatt sem állna rendelkezésére. Sok érintett településnek még 20 év alatt sem lenne ennyi pénze a helyi adóbevételből. Tehát, hogyha van ez az uniós pénz, akkor le kell hívni. És ebből készült egy számolás, hogy mintegy 100 millió eurónyi összeget, ami jogosult lenne, hogy kapjon uniós támogatást, hisz azért vannak feltételek az uniós támogatáshoz. Tehát lakosságsűrűség, csatlakozási készség, stb. Itt igazából a gond és a probléma nem is az, hogy elvégezni a Harvíz, hanem az, hogy a Harvízhez való csatlakozással a közös árpolitikát kell alkalmazni. Tehát az azt jelenti, hogy a mostani 2L93-ban is vízdíjat és a mostani 2L30-ban is csatornadíjat kellene mindenki egységesen alkalmazza, és ettől a több polgármester, illetve a polgármesterek nem is, hanem inkább a helyi tanácsok sok, úgymond egy kicsit tartózkodnak, félnek, hogy mi lesz a lakosságnak a hozzáállása, ami jogos, hisz ottól mostanig egy köbméter vízért semmit se kellett fizetni, vagy szinte semmit. Ott, hogyha egy ilyen ár bevezetődik, és mondjuk a nagy fogyasztásra voltak rászokva, hogy ebből a vízből, tehát a vezetékes vízből öntözték az udvart, a gyepet, a veteményt, ebből látták el az állatokat az istállóban. Valószínű ez egy olyan ár terhet jelentene, ami elgondolkodtató. És ezért is mindenhol helyben meg kell kapni a megoldást. Én azt mondom, hogy ettől függetlenül, hogy arra van lehetőség, hogy esetleg alternatív vízforrásokat még biztosítani egy-egy ilyen helyen, de azt el kell döntse minden helyi tanács, hogy fog fejleszteni vagy nem, mert ezt a döntést nem lehet megkerülni. Tehát most a legnagyobb probléma inkább azt mondom, nem azt mondom
a felelősség alól való menekülés, hanem inkább azt mondom, hogy ezt a felelősséget fel kell vállalja minden helyi tanács, hogy a lakossággal megbeszéli, van ez az út és van ez az út. Ez az út az, hogy lesz iható víz és tisztított szennyvíz és fertőzésnek vége lesz, és ha szárazság van, ha nincs, akkor van vize, de cserében egy olyan árat kell fizetni, ami magasabb lesz, mint amit eddig volt, de ezt az árat közösen döntik el egységesen a települések, figyelembe az az előírásokat, és van a másik út, hogy kimaradt fejlesztésből egy település, ezt is fel lehet vállalni, de ezt akkor meg kell beszélni a lakossággal, hogy pár év múlva ennek milyen következményei vannak, és ezt közösen kell majd vállalni. Tehát vagy az, hogy saját beruházásként összepótolnak és építik ki a rendszereket, vagy kisebb pénzekből megépítik, vagy felvállalják akár a várható büntetéseket. Tehát van az A és a B út, közbeeső nagyon nincsen, és ezt mindenki el kell döntse, és én erre hívnám fel a mindenhol a lakosságnak a figyelmét, ahol még nincs működő víz és csatorna rendszer, vagy csak egyik van meg, mondjuk megvan a vízrendszer, de a csatorna még nem működik, vagy nincs, hogy ösztököljék a választottjaikat, hogy döntsenek, hogy ez az út, vagy ez az út. Mert nekünk is, tehát ez nem erőszak, de jól tudjuk, hogy abból a 20-30 településből, aki valamilyen szempontból érintett, melyik az az 5-10-15, akire tudjunk menni, addig botlasszuk azokat is, akik akarnak menni, tehát. És a kérdésére a válaszom az, hogy ezek uniós standardok szerint készült beruházások, tehát robotokkal, szakmérnökökkel, komoly ellenőrzéssel, felülellenőrzéssel végzett beruházások és munkálatok, tehát ahogy szokták nálunk felé mondani, hogy nincs ebben cókolás, nincs tódás, fódozás, tehát új anyagból bevizsgált minőségben készülnek ezek a munkálatok, és a fenntartás is persze. Mondjam, ez is, erről is szoktak sokan beszélni, hogy hát miért olcsó egyes településen a vízdíj. Mert elkészült a vízrendszer, megyei tanács, kormány támogatással, és működik, és szinte ingyen van. Egy pár évig oké, de amikor a pompa kiég, amikor az átemelő tönkre megy, amikor a csövek valaki valahol szétveri, tehát ami egy pár év után a használat mentén a derítőállomásban is gondok lesznek, tehát a költségek később fognak megjelenni. Tehát én ezt mondanám a kedves tévénézőknek, hogy ott, ahol most szinte ingyen van, az azért van, mert most még újak a rendszerek, nincsen gond. De egy pár év múlva lesz, és akkor azt ki fogja kifizetni. Akkor azt be kell tenni a vízdíjban, és lehet elérnek majd, hogy magasabb lesz ennél a vízdíj, mert a vízdíjat valaki ki kell fizesse, és egyre inkább a törvények arra felé mennek, hogy a helyi tanácsot kényszervessék, hogy ne pótoljon be. Mert most nagyon sok helyen azért olcsó a vízdíj, mert és a csatorna, mert a helyi tanács egy az egybe kicsit szürke, de kifizeti a költségeket a közös befolyt adóból. De a törvényeink arra felé mennek, hogy ezeket egyre inkább kiszűrjék, és egyre inkább az embereket rákötelezzék a racionális fogyasztásra. Persze, itt van a másik fele, ott, ahol nincs vízóra, ott persze annyi víz van, amennyit kell. De hogyha mindenhol szerelünk vízórákat, ha odafigyelünk, és elkezdünk gazdálkodni a vízzel, hogy gazdálkodunk a villannyal is, akkor valószínűleg valahol lehet kapni egy fél megoldást. De a lényeg az, és mindenre akarok visszatérni, hogy el kell minden település döntse, hogy ez az út, vagy ez az út. Aki ezt az utat választotta, az kell hagyjuk, hogy menjen minél hamarabb, és aki ezt az utat, azt is fogjuk segíteni, nincs erről szó, nem hagyjuk magára. Csak ezt el kell felelősen dönteni, és ezt én Csíkszeredából, a megyei tanács éléről nem tudom eldönteni a helyiek helyett. Mennyire lesz beleszólása egy településnek a árpolitikába, bármibe, hogyha beáll a Harvíz részvénytársaságba? Igazából itt az a jó, hogy ennek a részvénytársaságnak a felügyeletét egy egyesület látja el, tehát a Hargita Víz Közösségfejlesztési Társulás, ahol minden településnek egyforma szavazati joga van, kívül Csíkszeredát, akinek van több, de hát ott van benne a megyei tanács, és ott van benne a többi település is az árak tekintetében. Az általunk megválasztottak hozzák. De vannak előírások, tehát vannak standardok, amit be kell építeni az árba. Például egy fejlesztési alapnak a létrehozására van a vízdíjban külön tétel. Tehát ezért is van ez a 2L93-bani és 2L30-bani, mennek egy része fejlesztési alapban megy, amiből majd továbbfejlesztések lesznek. Tehát ilyen szempontból
A törvények betartásával, tehát ez lenne a válaszomnak a lényege, a helyi tanácsoknak és a megyei tanácsnak a képviselői közösen, ha lehet, konszenzussal döntik el a vízdíjat. És megint csak azért, hogy ismerjék az emberek, vagy tudjanak arról, hogy mivel jár, hogyha beállnak a Harvízbe. Kié lesz a kiépített új rendszer? A Harvíz tulajdona, a megyei tanács tulajdona, vagy az önkormányzati? Ez egy jó kérdés, mert én azt látom, hogy az elmúlt években emiatt sajnos az információ hiány miatt sok település kimaradt. Tehát több akár város is volt olyan, aki nem szállt be, hogy ilyen projektből valósuljon meg a rendszere, mert az volt a hiedelem, hogy majd akkor Csíkszeredái lesz minden. És akkor hogy legyen egy Gyergyó-Szentmiklós vízrendszere a Csíkszeredái, hát ilyenről szó se lehet, vagy nem tudom melyik városi. Ez nem így van. Az én információim szerint 5 évig a Harvíz használja, hisz ugye minden uniós, máskülönben ezt mindenki tudja, aki valamilyen szinten érintkezett uniós pályázatokkal, uniós pályázatoknak a kifutási időszaka 5 év, tehát 5 évig nem lehet rendeltetést váltani, nem lehet semmit se csinálni. 5 évig a Harvízé lesz a rendszer, 5 év után átszáll, tehát vagy eltelik az 5 év a beruházástól számítva, és az elszámolást befejezte utántól, 5 év után átszáll a település közvagyonába, tehát ez a legfontosabb dolog, hogy visszakerül a településre. Egy másik kérdés, ami megfogalmazódott a polgármesterekben, hogy mennyire áll fenn, hogy a globalizáció elszippantja majd a vizet, a vízrendszert, bár a miénkek a források, de a vizet majd az uniónak fogjuk fizetni, ezek is felmerültek. Bármi lehet. Tehát bármi lehet, hisz láthatjuk, hogy egyre inkább a természet viszontagságai miatt egyre nagyobb világszinten a vízhiány, és ugye amikor valamilyen gond van, probléma van, akkor azt elkezdik világszinten szabályozni, a mi esetünkben Európa szinten, és ilyen tekintetben várható, hogy csak szorulnak a szabályok. Tehát nem megengedőek lesznek, hanem inkább beszabályozók, behatárolók lesznek a szabályok. És itt most az a kérdés, ugye mind a hulladékkal is, hogy hagyjuk magunkat, hogy majd a sors kezel mit fog hozni, és majd jön egy osztrák, vagy nem tudom milyen, beruházó, és annak aztán kőkeményen fizetünk, vagy saját kézbe vesszük. Tehát én azt látom, hogy úgy lehet szembe menni ennek a várható bizonytalanságnak, hogyha minél többen mi vagyunk, és ügyelünk egymásra. És végül ki lehet-e állni, ki lehet-e szállni a Harvízből? Van egy szerencsétlen esetünk, Balánbánya, hisz az egész felcsik ott szabadeséses vízzel el lehetett volna látni. Erről a szándékról még nem tettünk le, hisz a vízmedrében az nem megy át Balánbánya városon, de van a vízgyűjtő, aki járt a régi bányának a vízgyűjtője Balánbánya fölött, ahol szabad esésre nagyon jó minőségű vízt lehetne egész Felcsiknak adni, hisz ugye Csíkszereda és egy környék a szép vízi gyűjtőből kapja a vizet, plusz kútakból, egész Felcsikról szabad esésre meg lehetne oldani, és én azt mondom, hogy a rossz hiszemű, vagy rossz indulatú, vagy tudatlanságból adódó információk miatt kilépett Balánbánya a Harvíz rendszeréből, kilépett az Ádiból, a Hargita vízközösségi társulásból. Ennek vannak következményei, tehát aki kilépik a projekt futam idője alatt, az magára vállalja az addig ráköltött költségeknek a megtérítését. Tehát nem elég, hogy Balánbányának ebben a pillanatban nem lesz fenntartható vezetékes vize, és nem lesz tisztítása. Most azt kell tudni jelen pillanatban Balánbánya esetében, hogy a trutymó úgy, ahogy van, egy az egyben befolyik az Oltba. Tehát szinte semmi tisztítás nélkül, tehát nincs az ülepítők, az régi, elavult, nem működik, legalábbis gyenge hatékonysággal működik. És pár év múlva a Balánbányaikat elkezdik kőkeményen büntetni. Majd kíváncsi leszek, hogy az a 3-4 tanácsos, aki miatt kiléptek, hogy fog-e majd elszámolni a 7000-es lakosság előtt, amikor jönnek majd az óriási büntetési számlák minden fogyasztónak. Tehát ez is benne van, valaki kilépik. De én azt gondolom, hogy azért kell jól meggondolni. Tehát vagy belépünk és benne maradunk, vagy nem lépünk be, és akkor megcsináljuk a másik utat. Már most is késésben vagyunk. Tehát itt most arról van szó, hogy azt a 100 millió eurót, ami van ebben a pillanatban, az óriási pénz. Tehát vissza lehet osztani, hogy mekkora óriási, hihetetlenül nagy pénz 100 millió euró. Már most le kéne hívjuk.
azért, hogy minél hamarabb épüljenek meg a rendszereink, és nehogy elvigyék előlünk, mert versenyzünk. Tehát nincs annyi pénz, a maradék pénz az egyes posztmédiumból, jobban a kettős posztmédiumból, hogy tudjunk, tehát a megmaradt uniós pénzeket most visszahozzák. Illetve van egy lehetőség, hogy a Harvíznek az előző közbeszerzései mentén megtakarított összegeket az egyes munkálatok kiegészítéseként most elköltsük. Tehát sietni kell azért, mert másképp nehéz lesz ezeket a pénzeket lehívni, annál is inkább, hogy ezeket a pénzeket 2015, tehát jövő év december 31-ig el kell költeni. Tehát igazából azzal a helyzettel állhatunk, hogy érthetőbb legyen szembe, hogy mi gondolkozunk egy pár hónapot, és akkor eldöntsük, kik az egyes csoport, kik a kettős csoport, és akkor neki fogunk közbeszerezni a munkálatokat, megkötjük a szerződéseket a munkálatokra, csak mivel késünk fél évet, vagy nem tudom, több hónapot, pont annyival tovább menjünk 2015 végétől, és azok a számlák, amik már 16-ban fognak keletkezni az építésből, a fejlesztésből, az már 100%-ban rámaradnak a településekre, amit nem hiszem, hogy valaki meg tudna fizetni. Tehát most mindenféle szempontból kényszer az, hogy most kell eldönteni, és minden hamarabb kell indulni. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt a mai aktuális. Köszönöm figyelmüket. Írjanak nekünk e-mailt az info@hargitatv.ro címre. Viszontlátásra!